igazi középkori hangulatba csöppenhettek az Icsiligetben járók vasárnap, hiszen ahogy az eddigi években is, úgy idén is számos hagyományőrző egyesület, csoport települt ki a belváros szélére. A járókelők több bemutatót is megtekinthettek. Elsőként a Fejér Baranta HSL fiataljai léptek a közönség elé, akik több eszköz használatát is szemléltették. Maga a Baranta a magyar népi harci testkultúrára épülő harcművészet. Tehát amit a magyar nemzet a történelem során paraszti kultúrában leginkább használtak, összegyűjtöttek tudást, különböző eszközhasználatokat, birkózást és ezeknek a kombinációit, ezeket próbáljuk felkutatni és újra megélni. De a tánc kedvelőinek is érdemes volt a ligetbe látogatni, hiszen a Szegedről érkezett Paván történelmi táncegyüttes mutatott be reneszánsz lépéseket a publikum számára. Reneszánsz táncokat hoztunk, amivel most egy kicsit megidéztük az 1400-1500-as évek tánckultúráját, illetve zászlóforgató műsorral készültünk még, ami pedig ugyanennek a korszaknak az utcán meglátható színpompás felvonulásokkal ékített része. A nap folyamán a gyerekek különböző középkori játékokon is részt vettek, de kipróbálhatták ügyességüket egy középkori akadálypályán, ami olyan izgalmas volt, hogy kameráját nem féltve még operatőr kollégánk is végigment. Mehetne nyugodtan, nincs kivételezés. Délután lovagi bemutatót is tartottak. Az első András király lovagrend hagyományőrző egyesület bemutatójának keretében a fegyver forgatásával és különböző puskákkal, ágyukkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 145 évet felölelő török megszállásnak három momentumára próbáltuk fókuszálni az eseményeket. 1543-ban városunk elestére, aztán 1601-ben visszafoglalására. A tartalmas délután a Szubróza régi zenei együttes fellépésével zárult.